Na, üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok! Fussunk neki akkor megint, hogy mi a radai rossz van itt. Ugye legutóbb itt hagytam abba, hogy betébláboltam ide ebbe a jó kis mi a franc ez mentő szobába, és elviekben nekem a Letter and Wrench, tehát elvileg nekem valahova errefele kéne tovább mennem. Na most szerintem én csapok egy balost, és megnézem, hogy mi vár rám oda bent. Bogár, faszom! Ne! Bújjál el, te pénisz. Oké, szóval akkor itt semmi az égvilágon. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, jó estét! Köszönöm szépen, hogy ide kattintottatok, jó? Tehát tényleg nagyon sokat jelent egyébként, hogy időről időre ide csődül ennyi ember, és nézeget, hogy mit bénázok például egy új játék esetében. Ugye ez nem most történt, hogy kiadták, viszont ennek ellenére én még nem jutottam a végéig, szóval tényleg továbbra is kérem mindenkitől, hogy semmi spoiler, jó? Léci, nulla, nyente, nyista, semmi. Oké, köszönöm szépen. Próbálom tényleg úgy megcsinálni, hogy az érdekes, izgalmas legyen, és aki még esetleg nem játszotta végig. Hol vagy, te szar? Tehát, hogy aki esetleg nem játszotta végig, ott van a kis pénisz. Azaz megvan. Azt tényleg esetleg velem együtt tudjon izgulni azon, hogy mégis mi az Isten nyila történik itt. Aki pedig végig játszott, azt tudja nézni, hogy Úristen, miért nem mentél oda, nem vettél fel egy dobozt. Na szóval. Nővérke drága, tessék már itt. Kicsit beglitchelt a leány, nem? Oké, erről van szó, köszönöm. Na. Kicsit hatékonyabb ellenük, úgy érzem. Ugye ezt minek tördelem, azt nem tudom, amikor már túl vagyok rajta. Jó, nem. Nem tudom, épületekbe be tudok menni? Elvileg itt talán igen. Valóban. Görög van a falóban. Itt még senki nem is ugrott a nyakamba, ez egy... Nem is fog, ha rajta múlik. A kis burnyák, bassza meg. Az szép volt. Az szép volt, bakker. Ez nagyon-nagyon beleugrott a nyakamba majdnem. Nagyon-nagyon beleugrott majdnem a nyakamba. Arra fele tudok menni tovább, vagy nem? Nem, az teljes mértékben bukta, bocsánat, csak... Jó, szóval akkor... Itt ki... Jobbal. Oké, jobb ötleten nincsen. Nővérke drága, hát tessék mondani már, hogyha egy kicsikét megállnod a rászkódással, jó? Tehát nem vagyunk mi mosógépek. Én meg nem vagyok bazd meg mesterlövész, szóval... Nem baj, ez egészen jó volt. Bazd meg! Ne. Én ütök! Te fekszel, jó? Jól hallom, megint csak egy rohadt bogár van valahol, de nem tudom hol. Bazd meg! Gyere ide! Na végre, köszönöm. Jó van. Csodálatos, csodálatos. Azért hagyom itt a hullákat elég rendesen, jó? Elég rendesen. Mennyit számít, hogyha kipihened magad, ugye? Nagyon sokat számít, hogyha kipihened magad. Erre egyértelműen nem tudok semmit csinálni. Ott viszont valami kafogott, mint hogyha fizetnének neki érte. Honnan jönnek a hangok, bassza meg? Nagyon idegesítő. Látom minden, vagy nem látom minden? Ott van a nővérke, drága. Innen ki tudom ülni. Kicsit távolabbra, esetleg lábon, nem?
Hát most maximum kijön, de mindegy. Jó, már leszakom, menjünk be, menjünk be. Szevasz! Oké. Kizárólag így, jó? Nem a... Nem azt akartam! Fasz meg, hányan vagytok? Oké, ez nem poén, jó? Nem vagytok viccesek. Nem! Nem! Feküdj! Baszd meg már! Nem! 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 Ne üss meg! Baszd meg már! Árulat életbe ezek! Mekkorát ütnek? Szevaszt a szar! Anyádat már! Csezd meg! Ez kedves volt és aranyos. A rohadt anyját neki. Ez durva volt. Ez durva volt. Ez nagyon durva volt. Elvileg kicsaltam, tehát nincs ott senki, vagy nem tudom. Kicsit túlzásba estem, de nem baj. Bogár! Kis köcsög! Jó. Ez egész hatékony volt. Alig téptek meg. Van még valahol valaki, vagy csak bogár van? Gyere te pöcs, hagyjál békén! Nem. Figyelj, én kijövök itt! Te gyere utánam, jó? Nem így! Kimászva, jó? Mit szólsz hozzá? Hát az nem volt hatékony, faszom, na. Menjünk be. Gyere már be! Na végre, ez sokkal inkább kedvemre való volt, köszönöm. Jó, elvileg akkor csend van, nyugalom van, tűz van. Azaz. Ezért az meg megérte bejönni, na mindegy. Jó. Most hol a retekben vagyok, ezt meg kéne néznem. Ja, ott keresztül jöttem, és akkor Letter and Ranch, jó. Azért most elmegyek jobbra is, biztos, ami biztos. Nem vagy hatékony, James. Nem nyert, oké, másik autó. Valaki megint van itt, akinek nem szeretném, hogy itt legyen. Hallok valamit, kitérek, jó? Nem nyert, oké, az pedig ott micsoda.
Das ist bár. Oké, oda mindenképpen benézünk. Mi az ott? Ja, ugyanaz a lyukas cucc, jóval semmi extra. Automata? Segít valamit? Nem? Nem. Olvasunk, azt mondja, hogy... Aha, ha tényleg szeretnéd látni, miért itt meg kell halnod. But you might be happy. De lehet, James, hogy más helyre mész, mint Mary. Köszönjük szépen a bizalmat, nagyon kedvesek és aranyosak vagytok, meg lelket öntötök az emberbe, meg ilyenek. Oké, okay, igen, térpék. Aha, ott is van valami, ott is van valami, jó. Ebből sose elég, gyerekek, ebből sose elég. Továbbra is úgy vagyok vele, hogy most menteni nem fogok, ugyanis még csak 10 perce indult el a felvétel, jó? Tehát 10 perc felvétel az még nem egy nagy hakni. Jó. Viszont legalább... checkpointok azok vannak, szóval egészen jól állunk. Hallok egy bogarat, de szerintem csak odakint van. Én úgy érzem. Na mindegy, szóval akkor most visszamegyek egy picikét, mert nem néztem át még mindent. Ah, az mi? Köszönöm szépen, annyira fura nekem egyébként Resident Evil után, hogy ilyen sárgás-zöldes valami egyébként a pisztolylőszer és piros a sátgállőszer. Nekem ez totál fura. Hogy itt minden le van zárva, akkor kizárólag arra jutunk át, jó? Akkor még egyszer vissza. Jól van, ez van, ezt kell szeretni. És akkor hol volt az a cucc? Nem arra, hanem arra, fele, hátra, és... nem ott? Persze, hogy nem ott, jó. Azért el lehet itt tévedni, gyerekek, rendesen. Na végre, megvan, oké. Okay. És akkor csávókám az meg elfutott arra hátra, szóval valahol arra fogom találni. Bazd meg! Áh! Lassú voltam! Jó. Még egy haverod van itt. Bogár! Jó, oké. Ez így már sokkal szimpatikusabbak kell. Ez nem. Várj. Ott van. Túloldal. Shotgun shell, banyek, tök jó. Faszom már. Hova bujócskázol, kicsi köcsög? Gyere ide! Picsába már! Szerintem hagyom ott szikkadni igazából, engem különösebben nem zavar, hogy ő most ott bujkálni szeretne. Én is bujkálnék magam előtt, jó? Tehát... az meg! Nagy volt a pofám! Nagy volt a... pofám. Na mindegy. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem állunk szarul, kérem szépen. Van fölfele valami, akkor gondolom ajtó nem tudok bemenni. Ja, tuti. Jó, menjünk B! Ott már van is egy lyuk. Na de hova vezet? Szevasz! Hogy a pöcsönbe jutottál ide? Kicsi köcsög. Nightmare nővér, bazd meg. Arra nem jutok ki. Jó van. Fasza!
Fasza, mehetünk tovább, jó. Elvileg itt kimegyek és akkor balra. Szart sem látok itt, szóval tök jó. Faszom! Áááá! Ezek nagyon bírják, hogy szakadnának össze. Lehet, hogy érdemes lenne mondjuk ezzel belenni, megnézni őket közelről. Ez csak egy rohadt bogár már megint bassza meg. Nem, nem csak az. Baszom. Hol van valamelyik szar? Megvan! Jó, azt leverem így kézzel, jó? Gyere ide! Te szar! Azaz, megvagy, jó. Adsz meg. Nem itt jutok ki, bassza meg, hol jutok ki? Hol jutok ki? Ajtó, ablak, valami? Mi van itt? Ott jutok ki. Elvileg itt ott szembe van a... Aha, ja! Ott szembe, akkor menjünk oda. Nem hallok semmit, szóval pozitív. Kácsin. Hello. Anyone there? Na, szóval akkor vissza is jöttünk olvasni, azt mondja, hogy vagy talán bolond vagy, az igazság általában elárulja az embereket, ezt tudhatnád. A kulcs a parkban van, az imádkozó nő lábánál. A fogó, nem fogó, nem branch, az bocsánat, villáskulcs. Tehát a villáskulcs nyitja a kaput, a kulcs kinyitja a mélységet. Oké, túloldalon. Semmi. Jó, oké. Ah! Das ist villáskulcs! Köszönöm szépen! Ja, ráadásul állítható, tök jó. Nekem is van egy ilyenem. Az a poén egyébként, lehet, hogy ezt már mondtam valamelyik videóban, sőt, szinte biztos egyébként, mert rendszeresen szoktam pofázni mindenre az égvilágon, ami csak eszembe jut. Na most, amikor én családi házba költöztem, akkor nekem volt egy darab fogóm, meg egy darab csillagcsavarhúzóm. Ezzel én tökéletesen kihúztam egyébként panelban. Teljes mértékben, gyönyörűen, kiválóan. Na de! Aztán jött az, amikor már nem. Nem volt elég. Kellettek dolgok. És most ott tartok, hogy nekem minden szerszámom is van egyébként. Vágni, ragasztani, vakolni, glettelni, parkettázni, csempézni, járólapozni, tehát konkrétan ami csak volt, ahhoz mindegy szádig meg kellett vennem, általában meg kellett vennem a dolgokat. És ezek jelenleg is elérhetőek nálam. Sose gondoltam volna egyébként, hogy én vagyok az az ember, kuncogtam én is az öregeken, hogy ez a valamire jó lesz, aki egyébként tényleg így elrak mindent az égvilágon, és egyszer csak valamire jó lesz. Tehát, hogy én parkettának a szegély lécét elraktam például, tehát laminált parkettának. Volt, hogy mit tudom én, elraktam ilyen dűbeleket például, tehát hogy maradt rengeteg dolgot, tehát, és egyszer biztos, hogy jó lesz valamire, 100%. Biztos is, hogy jó lesz valamire. Akkor csak erre tudok jönni, igen. Ott balra elvileg le van zárva az utca, de azért benézek oda, hogy mi van ott.
Ja, az csak egy üvegborjó van, azt hittem, hogy nekem van valami gyűjthető dolog. Arra nem megyünk tovább, jó? Nem nyert, okés. Ezt tart sokáig egyébként, amíg kitapasztalom, hogy mit lehet szétcsapni, meg mit nem lehet szétcsapni. Miért nem adok magamnak valami kis jóságot? Na végre, oké. Jól van. Arra fel is le van zárva igazából, de mindegy, menjünk tovább. Ott be tudok menni? Mit néztem? Mit néztem? Azaz! Azaz! Ez az, hogy az ilyen eldugott helyeken mindig van valami Silent Hillben, jó? Tehát az emberek azok úgy küzdenek ezekkel a smörékkel, hogy menet közben így dobálják el, basszus, az ilyen mindenféle ilyen pisztoly, puska lőszereket, mert miért ne tennék? Fénykép nézzük csak. Itt vannak. Jó, 10-es. Nem nyert hangszórót, oké, és akkor viszont elvileg csak erre tudok menni, ha igaz. Ja, Rosewater Parkba kell eljutnom, ami egyébként kurva messze van így ránézésre is, na mindegy. Ezt az utcát csak a szélén gyorsan. Végigfutom. Egészen csend van, azt kell mondjam. Ja, mert hogy itt minden ugyanúgy van, mint ahogy itt hagytam, szóval... És ez az az ajtó, amit eddig nem tudtam kinyitni. Na most már ki tudom. Jó, oda megyek, és akkor balra, de előtte szerintem elmegyek jobbra, az a tuti. Az a tuti. Mi van itt? Branch. Az, oké. Meg is van. És nem tudok bemenni, vagy mi a franc? Ja, ott van oldalt, hülye vagyok! Ó, bazd meg! Ja, ez bejött. Ja, jól hallottam. Ott vannak azok a szarok, amik mászkálnak. Hogy hívják ezeket? Mandarinok? Vagy mi a szar? Tehát a... Ó, bazd meg! Oké, erre nem számítottam. Jó, oké, megyünk tovább, ne. Erre se! Arról a téledben! Ezt kicsit fölturbózták, bakker. Tehát eredetiben csak elfutottam mögöttük, vagy fölöttük a szóiszakát. Ez szép volt. Ez szép volt, bakker. Jó? És akkor telibe szemben Rosewater Park. Tudok egyáltalán menni a másik irányba, vagy nem? Nem. Oké, itt a vége neki. Jó. Akkor majd innen szépen elmegyünk balra. Jól van. Mennyit jöttem lefele, ugye? És mégis. Mégis itt vagyok, basszus. Ugyanazon a szinten. Átnézzünk mindent a parkban, még mielőtt tovább mennék bárhova. Jó, tehát mindent az égvilágon. Ami csak eszembe jut, ott is van. Ezért. Szirincs, tök jó. Több szirincsem van, mint health drinkem. Ilyen talán egyszer fordult elő összességében. Mert hogy nem szeretem pocsékolni. Ja, oké, még mielőtt ezen a kapun tovább mennek, még itt is átnézek mindent az égvilágon. Padokon valami esetleg? Nem. Nem valami. Elvileg ugye ez a rémálom verzió, legalábbis úgy tűnik számon. Aha. Az mi? Ah, ezt nem tudom, hogy elolvastam el, de szerintem nem. De elolvastam, jó van, akkor megvan. Okés. Jár a szemem folyamatosan egyébként, hogy találok-e bármit az égvilágon, de nem. Szóval akkor megyünk át a másik szekcióba, okés. A park az egyébként eddig egészen nyugisnak tűnik.
De tudok ülni, vagy nem? Vagy csak ez a szöveg lesz csak, ugye? Aha. Én és ő olyan romantikus. Egyébként azon gondolkodtam erősen a múltkor, hogy gyerekkoromban nagyon-nagyon rendszeres volt egyébként, hogy látunk mindenféle ilyen feliratokat padokon, fákon, mit tudom én, hogy ilyen késsel bele volt vésve valakinek így a neve egy szívecskébe, és mondja már meg nekem valaki, hány ember járkál késsel randira, jó? Ez engem kurvára érdekelne, de komolyan, tehát ez egy kicsikét ilyen nem gyanús. Meg nem is tudok bemenni, mi? Nem, hát mert zárva van, ugye itt jöttem be először. Szóval most technikailag majdhogy nem visszafelé haladok, és egyetlen egy helyre kell eljutnom, ugye, ahol van az a sír, vagy szobor, vagy mi a radairosebb. Sírószobor ne legyen, mert beszarok. Jó. Szóval kicsikét kavarkok itt össze-vissza, aztán pedig fókuszálok a feladatra. Nézzük, merre kell mennem. Elvileg arra tök egyenesen szól, akkor próbálom ezt az irányt tartani. Jó. Valahol itt volt a szobor, ha jól emlékszem. Ó, van ott valaki. Hey. Are you feeling better? This place is different from what I remember. I guess things never really stay the same, do they? No. I guess not. I don't think she's here anymore, James. My mama. She doesn't want to see me anymore. Why would you think that? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Alive, I mean. Oh. Yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Okay. You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! Azért ez így elég kemény basszus, tehát főleg, hogyha tudjuk, hogy mi történik vele. Ja. Na meg inkább színbakke.
Okay. Ez csak ilyen kis rövid. Nézzük meg. Aha! Na milyen kulcs? Historical Society kulcs. Oké. Okay. Még mindig van ott valami? Nem? De üres. Várj, ott valamit írt. Rosszul. Aha! Valamit írt. My patient buried it. Azt mondja, hogy itt ásta el a páciensem. Tudtam, de nem tettem semmit. Kellemetlen volt, hogy egy ilyen dolog a közelemben van. Nem kerestem az igazságot, csak nyugalmat kerestem. Láttam azt a dolgot. Elfutottam, de a régi társaság le volt zárva. Senki sem meri megközelíteni ezt a helyet. Most. Átnyújtom. Most felajánlom neked a kulcsot. Ha még mindig nem akarsz megállni, James, imádkozom az Úrhoz, hogy az örök lelkedet örök lelkeden megkímélje. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezt ebben fordítani, na mindegy. Nem akarok ott hagyni egy dobos, de ott hagyod a dobos. Jó, tehát nem tudom. Mi van még ott? Most szeretnék haladni a sztorival. Azt jelenti, hogy lejövök itt, és tök egyenesen jobbra. Remélem lesz még bakker itt, vagy 800 rohadék. Már úgy emlékszem, hogy nincs. Ott is voltam már, igen. Jó. Nem tudom, hogyha benézek még ide, akkor itt van még valami pluszba, vagy... Nem tudom, mindegy, nem érdekel. A társasághoz megyek, viszont inkább akkor elkezdem a bal oldalon, mert ugye ezen a felén még nem voltam. Hát, ha van itt még valami, menet közben. De rohadt messze van banyak, oké. Okay. Mindegy, le is tojom, akkor megyünk a következő megállóig. Vagy megállói kereszteződésig. Gyerünk. Semmi oda bent, jó? Azért... jól láttam, piros? Pak, nem, csak lámpát láttam, vagy visszatükröződést. Igen. Jó. Nem tudom, biztos, hogy vannak dolgok elrejtve, de jelenleg engem annyira nem cicérget, inkább az, hogy nem szeretem az ilyen nyílt terepeket, mert nagyon sokszor igazából szimplán csak elcseszik az időt azzal, hogy akkor keresgéljél. Pedig ezt lehetne egyébként kicsikét így szűkebben fogni, kicsikét így tömörebben, kicsikét így gyorsabban haladni vele. Na mindegy, persze, hogy nem jutok oda, na mindegy. Következő kereszteződés után kell nekem majd, ugye? Ez mi? Semmi. Ez a kút? Rosszul látom? Nem is voltam még, nézzünk be. Nem nyert, oké, tova. Ott van valami. Azaz érdemes bejönni a ficakokba, ugye? Érdemes, abszolút. Ott volt egy ilyen kőfánk, vagy nem tudom mi a franc volt az. Az ott mi? Biztos kell lenni fog, nem tudom. Ott van hátul. Úgy érzem, hogy ez a rész ez kicsikét hosszabb lesz egyszerűen azért, mert nem szeretnék úgy megállni, hogy nincsen valami mentési pont a közelemben, jó? Tehát egyszerűen ennyi erről van szó. Ne lepődjetek meg rajta. Itt. Valahol már csak be tudok jutni, bakker. Nem. És ha itt lemegyek. Nem. Itt nem megyek be, bakker, mert ezeken nem lehet keresztül jutni, nem tudom, hogy miért. Megpróbáltam egy mindent, vagy nem? Én már nem tudom. Nem tudom. Lehet, hogy nem is ide kell egyébként az utca, hanem máshova, fogalmam sincsen. Mindegy, menjünk tovább, jó? Menjünk tovább, majd előbb-utóbb ki fog derülni.
Elvileg arra fele. Ja. Itt még azért lenézek balra. Jó, tehát nem tudom, hogy itt fogok találni. Mert hogy elvileg a térképen meg nem jelölt meg nekem semmit, ugye? Ja, abszolút semmit nem jelölt meg nekem a térképen, szóval nem tudom, hogy mit kéne megnéznem igazából az a, ott mi van. Elvileg itt voltam, ez az alja, ugye? Vagy nem? De, igen, igen, igen. Szóval igazából nem jelölt meg semmit a térképen, szóval feltétel ez, ami nem itt fog kelleni az a cucc. Nem baj, nálam van, jó? Az is lehet egyébként, hogy ez csak egy ilyen mellékszál és rohadtul nem szükséges, nem tudom, fogalmam sincsen. Bár eddig alapvetően minden egyes tárgy kellett, ami nálam volt, szóval... Oké, és ez nem nyert, jó. Akkor csak tovább. Igen, az ilyenek miatt jött... Előző vagy előtte lévő videóban említettem igazából, hogy az... most valamiért elkezdett terjedni az a szöveg, hogy... Hát egy James igazából egy ilyen időhurokban van, és hogy azt tolja folyamatosan. Az ilyenek miatt terjedt el egyébként, az ilyenek miatt. Tehát, hogy meg lehet nézni az ilyen régi cuccokat, ahol ugye amúgy voltak az ilyen fontos események, de igazából ez csak egy ilyen pacsi a játékosoknak, semmi más. Tehát ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy mit tenni ez a... Tudjuk, hogy szeretitek? Tessék, parancsoljatok. Lehet, hogy nem itt kell majd egyébként nekem bármit felszedni, de nem baj. Nem baj. Jó. Mindegy, következő alkalommal innen folytatjuk tovább, aztán megyünk be szépen a történeti társasághoz, aztán nyilván a börtönhöz, jó? Tehát köszi szépen, hogy itt voltatok továbbra, és küldjetek egy ilyet, hogyha szerettétek a videót, és mindenképpen dobjatok egy kommentet, hogy szeretnétek beszélgetni, jó? Jó. Legyen szép napotok, estétek, reggeletek, délutánotok, bármi az égvilágon. Sziasztok!